Sziasztok! Csináltam egy rövidebb videót a szigetelésről. Itt éppen magyaráztam, hogy mit fogok csinálni. Itt a betonpárkányt is levágtam flexel. A vakolatot azt teljes terében levertem. Erre azért volt szükség, mert a nátszigetelésnek, magának a szigetelésnek közvetlenül érintkeznie kell a fallal, hogy ne legyen közte légrés például, vagy hát hogy a pára egyből be tudjon menni a nád szigetelésbe, ezért kell vályoghabarcs a nád és a fal közé, hogy már az fogja közvetlenül közvetíteni a párát, és ezt tanultam, de nem tudom, hogy másképp nem működne. Amúgy épp vakolat volt, nem kellett, kemény volt. Jó, itt először be kell vizezni a falat, hogy a szigetelés és a vályok habarcs vakolat az egyből rá tudjon tapadni a falra, és mivel bevizezzük a falat, egy szívó hatás keletkezik a falba, így sokkal jobban hozzá fog tapadni a maga a vályok vakolat. Így szépen elhúzzuk, nagyjából egyenes legyen, ne legyenek nagy lyukak, és utána rányomjuk a szigetelést. Ezt mindjárt láthatjátok. Így. Most rányom a szigetelést. Jó, rá kell nyomni. Úgy nagyon jó rátom, hogy bírtam leszedni egyszer. Utána egyből bedűbelezem, hogy úgy szikkadjon ki, hogy már rá van feszülve a falra. Be kellett állítani vízbe, függőbe. Itt nekem annyi szerencsém, hogy levertem a vakolatot, a lábazati rész, az, vagy 5 cm beljebb került, úgyhogy a vezető sínt, azt a 5 cm-s vezető sínt, azt rá tudtam rakni arra a beton lábazatra. Úgyhogy úgy lett megoldva. Ez a vályoghabarcs. Na, itt a vágásról van szó. Körfűrésszel ajánlom, de azt is kössétek föl a védőburkolatot, hogy ne akadályozzon a vágásba. Csak nagyon vigyázzatok rá, hogy leálljon a gép, mert lerakjátok, ha nincs rajta védőburkolat, és elsőre egybe belebasztam az asztalba. Úgyhogy ott lett is rajta egy szép vágás. Azóta nagyon figyeltem. Itt is láthatjátok a víz, dűbel, minden megy rá, ami kell. A vágások azért van egyik függőlegesen, másik meg vízszintesen, szigetelés, mert ez drótozva van, és mivel körfűrésszel vágjuk, nem vághatjuk akár, hogy mert szétesik a szigetelés, úgyhogy mindig csak a drótozás menete mentén szabad vágni, ne vágjuk át a drótot. Amikor a drótot kell átvágni, akkor egy harapó fogó, meg egy sípifogó segítséggel áthűzzük a drótot, hogy ne essen szét, amit föl akarunk rakni. Így, amúgy egész egyszerű, én még élveztem is, hogy csináltam, mert különleges volt, nem olyan, mint a hagyományos szigetelés. Nagyon sok ember kérdezett róla útközben, meg nem is tudom, jó néz ki, kell, de kell vakolni. Jó, akkor itt van fönt a sín, ez pont bele fog ülni a szigetelés. Ez azért kell, hogy alulról ne kelljen szenvedni a kenéssel. Amúgy meg lehet másképp is oldani, hogy egy lécet odaraksz, vagy egy padlót alá, és az ott megfogja, de akkor meg ott kenegetéssel bajok lehetnek, így meg se bogás sem nem fog alulról felmenni. Ugyanúgy itt már nem kell habarcsot használni, itt jó rá kell nyomni, és itt én acélszeges dűbeleket használok, ilyen tárcsás dűbelt. Ilyen 26 centis maga a szög, meg a dűbel is. Úgyhogy itt már nem spóroltam el, mert az első réteg az műanyag dűbeles, a következő réteg már acélszeges. Jó, acélszeg segítségével hozzá lehet szúrni, amíg bedűbelezzük.
És akkor így kell végig haladni rajta az egészen. Persze eltolásokkal, vannak a fogákat, eltolással csináljuk a alsó réteghez képest, hogy azt is fedje. Mivel nem pontosak ezek a szigetelések, ezért ha keletkezik egy nagyobb lyuk, akkor lehet leesőn átból, mert úgyis lesz belőle a hulladék, azzal jól telétömködtem a kisebb lyukakat. A spaletták, azokat is. Azután lecseréltem azt hiszem rendes szigetelésre, mert sajnos túl nagyot vágtam, így ablaknál nem fért el, hogy le kellett szedjem. Na itt van a csirkeháló, amivel fogom csinálni. Itt szépen fölrakjátok, alul levágjátok, sok helyen megdrótozzátok, vagy gyors kötöző segítségével hozzáfogatjátok egy pár helyen, és akkor megvan az egész fal, akkor 50 centinként, vagy lehet 40 is, szépen végig fogjátok drótozni, így átfüzegetitek a szigeteléshez. Annak ott vannak a drótjai, szépen át kell füzegetni. De a ajánlatom, akkor ne csirke hálót használjatok, hanem a másik felén, a hátulján rendes, nem volt csirkáló, ezért kénytelen voltam venni rendes kerítéshálót, de nem bántam meg, sokkal masszívabb, sokkal erősebb az egész. Jó, nehezebb fölrakni, ami mindig összekuboncolódik, de sokkal erősebb, úgyhogy én inkább azt ajánlom. De kinek mi engedi meg a pénztárcáját? Nekem ez muszáj volt, de tapasztalatom alapján sokkal jobb. A nagyobbak a lyukak, jobban is átenged a párát, nem olyan. Ha négyzetméterre kivetítjük, akkor nem foglal annyi helyet, mint a csirkeháló. Itt lát egy drótozom, de aztán rájöttem, hogy gyors kötőző gyorsabb. Aztán szépen átfüzegettem a rengeteg drótot, hogy az fogja oda a falhoz. Jó, itt tejet rakok a mézhez. Ez régen a öregek tejsavóval csinálták. De hát azt nem tudtam szerezni, mert nagyon sok kellett volna. De aki tud, annak van teherne, akkor nyugodtan tejsavó. Nem kell víz hozzá, hanem csak tejsavó. Sokkal erősebb lesz maga a vakolat, mivel mész, ilyen, hát olyan, mint a mézkristályok keletkeznének benne. Jó. Lehetőleg ilyen jó szürke homokot vegyetek, az a tökéletes, agyagos ne legyen, mert az nem jó vakoláshoz. A keverési arány, én mindig négy lapát homok, és egy lapát mész. És a sűrűséget megállítsátok, hogy nektek jó. Itt nem gúzoltam. Meg lehet így is csinálni, de ajánlom a gúzolást, mert a gúzolni akkor szoktunk, amikor vagy nagyon netszívó, vagy nagyon poros, vagy nagyon csúszik a felület, és itt a nádnál az a tapasztalatom, hogy ráragad, de ahogyan mész odébb és elkezded vakolni, akkor visszapattan, rezeg az egész és csúszik le az egész, úgyhogy ajánlom, hogy gúzoljátok be, mert már az egyik, a terasznál én is gúzoltam. Jó, itt a spaletta, egy csempével benéztem a derékszöget, fölraktam a lécet vízszintbe, fúróval befúrtam. Persze simítás után, aztán jön a spaletta. Igen, láthatjátok a derékszöget. Így a legegyszerűbb benézni. Hogyha van egy rossz csempétek, hát rossz, a felesleges csempe. Ablakokat azt mindenki fóliázátok le. Jó, jó meszelésnél is minden. Hát a vakolaton számítsatok, hogy mivel nincs benne cement, ezért, hát hogyha ilyen 20 fok alatt kezditek el vakolni, akár 4-5 nap is lehet a kötési ideje. De amúgy az a jó, akkor lesz nagyon erős. Mert az a baj, nagyon meleg van, mint itt én szenvedtem vele. A nagyon melegben az a baj, hogy gyorsan szárad, és nem lesz olyan igazi a kötés.
úgyhogy 24 fok felett nem is ajánlják a vakolást, de mivel időhiányban voltam, azért pont ilyen 25-26 fokok is voltak, amikor csináltam. Itt szépen felhúztam, simítóval nem lett vas azok, fölösleges. Aztán akkor szépen egyenletesen elhúztátok, sarkokat kikentétek rendesen, akkor megvárjátok, amíg lehet simítani. Nem. Hát, amíg nem gyűrődik olyan simítod körkörös mozdulatokkal, ha nem lehet, akkor függőleges, ha nincs elég hely. Itt is végig ugyanaz a keverési arányt használtam. Annyi, hogy a simításnál jól rostáljátok le az anyagot, hogy lejöjjenek ki a kis kavicsok, mert az idegbajt lehet tőle kapni. Le kell rostálni jól az anyagot, és utána mehet rá, és jó híg legyen. De ne legyen, mint a víz, mert akkor nem lesz rajta fedőréteg, olyan, nem is tudom, olyan tejfölt, amikor jó felkeveritek, olyan híg legyen az egész. Jó, és itt láthatjátok, itt már lehet simítani. Ha véletlenül van egy kis gödör, akkor kentek hozzá. Jó, elsimítjátok. De hogyha nagyon száraz a vakolat, véletlenül elhúzott, akkor sima messzelővel locsoljátok meg az egészet, és utána lehet tovább simítani. Sarkokat spaklival, enyhe felfelé mozdulatokkal, hogy ne szakítsa le a vakolatot. Azt nyomjátok végig. És én minden sarkot lekerekítek, hogy ne törjön le. Azt is először főhúzzátok, aztán jobbra-balra húzzátok a simítót. Hát így néz ki. Félig levakolva. Jó, itt nem is tudom, mit fogok csinálni. Ja, itt jön a meszelés. Na hát első rétegként nem jó a gépi. Erre rájöttem. Rohadt jó gépe, a sűrű anyagot mindent kivisz. De mivel ez nem glette van, hanem simítva, nem tükörsima a felülete, ezért nem jó rágép. Na itt a meszet beleöntöttem 60 literes mi ez? Hordóba, és utána raktam hozzá vizet, van kellemes, mint a tej olyan legyen. Na és első rétegként úgy csináljátok, hogy nagyon híg mésszel bekenitek az egészet. Ez adni fog neki egy tapadást, meg nem fogja úgy szívni a rétegét, már kész is van. De majd a teraszosnál megmutatom, hogyan meszelem, meszellővel. Jó, harisnyával szűrjétek majd le az anyagot. A meszelő arra figyeljetek, hogy csak egy irányba húzzátok. Ez én mindegy a híganyagnál, de amikor már a rendes izé megy, ott már úgy csináljátok. Hát egy volt a fal. Sziasztok!